Könnyebb, mert az folyik. Ott egy cenzúrázott szöveget mondtál nem el? Nem cenzúrázott. Ez egy másik beszél. Nem cenzúrázott. Egy szegény Árpi meghagyta, hogy ne legyen semmi protokoll, de ne hívjanak meg senkit, ha valaki akar eljön. Hát ezzel szemben ott... Most négy csinde fog következni. Drága barátaim, nagyszerű, hogy itt vagytok a téren, a Kossuth téren, ami a nemzetüknek a központi tere. Igaz, hogy most le van gyalulva, fák eltávolítva, bokrok kiírtva, rengeteg anyag van itt berakva, csak éppen a nemzet múltra hiányzik. Hiányzik, hiszen minden évben, minden évtizedben, rengeteg dolog történt itt. Nem lehet azt mondani, hogy kérem szépen 1944. március 23-án a Német Birodalom lerohant a Magyarországot, akkor leállt a történelem. Azóta rabnemzet vagyunk, volt ugye a bársrapság is, ezt mondják a mostani vezetőink. Rabnemzet volt, nem felel semmiért, nem tud semmiről. A sok állampolgár, sok százezer állampolgárt, akit elpusztítottam, kit a Dombkanyarban, kit Auschwitzban, kit a raktáborokban,
munkaszolgálatban, háborúban. Azért nem felel senki, mert minket elnyomtak, ugye? És ezért, hogy ezt mindenki lássa, elpuszolunk mindent a térről, ami 44 előtt nem volt. És drága például visszaállíthatunk egy olyan monstrum szoborcsoportot, amely Tisza István számára készült, aki ugyanaz egyik legintelligensebb magyar politikus volt, és miniszterelnök volt 1914-ben, aki ugyan majdnem két hétig ellenállt annak, hogy háborúba menjen az ország, végül beadta a derekát. Épp ezért nagy az ő felelőssége, mert ő pontosan tudta, és ezt a számtalan fórumon ki is fejtette, ez a Tisza István, akinek a képeit, a szobrait rekonstruáltatott, hogy Magyarországnak vége, hogyha a szétszedik a monarchiát, az osztrák-magyar monarchiát, Deák Ferencnek a rajzművét. Tehát nem is ez a történészekre tartozik, de amikor hozzá nem értő, félművelt emberek döntenek olyasmikről, amely a szakemberekre tartozta, akkor mindig nagy baj van. És így történt az, hogy a térről eltűnt egy csomó emlék, egy csomó nyom, és egy csomó emlékhű is. Ezek közé tartozik a forradalom lángja, amely forradalom lángját a ma eltemetett Götz Árpád úr leleménye volt. Ő mondta maga egyszerű és tiszta és közvetlen módját, hogy ne építsetek ki nagy, hatalmas, kolosszus emlékműveket, egy lángot kell csinálni, egy fáklyát kell csinálni, egy nagy lángot, amelyik akkor fog teljes lánggal égni, amikor emlékezünk az 56-os forradalomra, de egész évben örökbécsesként működik. De most nem a nevemre akartam utatni. Örökbécsesként működik. És ez megragadott mindannyiunkat. Megragadott mindannyiunkat, akkor már működött az 56-os emlékbizottság. Ez az emlékbizottság fölkarolta a dolgot. Éppen én voltam az elnöke, és sikerült egy sor lelkes ember segítségével, csak őket Kis Tamás említsem, másokat, hihetetlen sok munkával összehozták ezt az emlékművet. És ez az legszabályosabb módon zajlott le. Az akkori művészeti lektorátus, a Budapest Galéria írta ki a pályázatot, mi gyűjtöttünk be a pénzt hozzá, adományokból, Budapest összes kerületéből kettő kivételével mindenütt hozzájárultak, rengeteg magán hozzájárulás volt, költségvetési pénz nélkül létrehoztuk a gyönyörű emlékművet, a pályázat győztes emlékművet elfogadtuk, de magunk is egyetértettük. Egyrészt nem akartunk beleszólni művészeti kérdésekbe, de amikor megláttam a terveket, én is egyetértettem a zsűrivel, hogy ez lesz a jó. Rendkívül gyorsan megépült, volt vállalkozó, aki ingyen alapozta, másik ingyen csinálta a vasbeton szerkezetét, és így tovább. Gázművek, később ingyen adta a gáz. Szóval ez egy nagy felbuntulással, tényleg régi szóval össznépi dolog volt. És amikor kész lett, akkor az egészet átadtuk az összetadóran, Magyar Köztársaság első elnökének, Götz Árpádnak, aki boldogan átvette. És akkor alakult ki az a szokás, hogy
október 22-én, ez a 22-e a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában tartott nagygyűlés emlékére volt, amikor is ott több ezeren diákok megfogalmaztuk a 16 pontot, azt a 16 pontot, ami aztán a koronavírus alapköve lett. Ez természetesen hasonlított 1848 12 pontjához, hiszen a vérünkben volt 1848-nak a tisztelete és szeretete, amit az akkori bolsevik hatalom sem tudott eltiporni, és azért lett 16 pont, 14-16 pont, mert látjátok, urán értszünk is, mások is, de Szilágyi József, később a Nagy Imre perben lalát módon kivégzett kiváló ember, aki akkor éppen esti hallgatója volt a Műszaki Egyetemnek, mert mindenhol kizárasták Rákosiék, és egy ilyen belső illegalitásban, vagy belső számüzetésben volt. Szóval ez a Szilágyi berobbant oda közé, és azt mondta, hogy ti itten pontokat szövegezgettek, mi alatt Varsóban dörög az ég. Mi történik Varsóban? Nem tudtuk. És akkor elmondta, hogy Varsóban új kormányzat van, a börtönből kijött pártvezetett a pártvezető, aki elkergette a szovjet állampolgárságú minisztereket. Erre Hruscsovék, a Szovjetunió vezetője, akkor a vezetője megorombult, és a szovjet csapatok megindultak Varsó felé pattanásig, feszült a helyzet. Na jó, de most én a lágról akartam beszélni. Beszédedet felolvasni. Ja igen. Elnézést kérek a történelmi óráért, de hát csak azt akartam demonstrálni, hogy ez a tér a magyar politikai életnek egy fontos színtere, és aki innen elpusztít emlékeket, az bárgasságokra is képes. Igen, így van. Jó. De itt kicsit felnél állok. Nem, itt mi adja a film? Várjál. Tehát elmondom azt a beszédet, ami a homo politikus, a Götz Árpád politikai személyiségét jobban bemutatja. Természetesen ennek is volt egy családi része. Szóra olvastok el. Tessék, csinálja. 26 éve, július 16-án volt a rendszerváltó nagy temetés. Ott és akkor végre tisztességesen elbúcsúztathattuk a forradalom kivégzett miniszterelnökét és több ezer mártírját. Götz Árpád volt az egyik fontos előkészítője a rendszerváltást. Elment ő is, egy népszeretett Árpi bácsia, a nemzet apja, védelmezője. Sokat gyűltünk ide, hogy osztozzunk Göttér Zsuzsának, drága feleségének, hűséges társának és szép családjának bánatába. Négy gyermekednek, hat unokádnak, három dédunokádnak fogsz nagyon hiányozni. És nekünk, barátaidnak, az 50-es zárkatársaknak, munkatársaidnak, ismerősöknek, rengeteg embernek, akik a személyesen nem ismerhettek, mégis úgy érezték, velük vagy, értük vagy. Megtöltöttük a temetőt. Ez igaz is. Árpi ezt látva, mosolyogva feltápászkodna ravatalról, közénk szaladna, és ahogy szokta, mindenki